az ember és a csodák első fájl. Jézus csodatévő erő van ebben a névben mind a mai napig, bár majdnem 2000 év telt el azóta, hogy ő itt járt az emberek között. Jézus a galileai csodatévő volt. Jézus élete csoda volt. Az ő bölcsessége és tanításai csodaszámba mentek. Ő a csodák birodalmában élt és járt. Ő mindennapossá tette a csodákat. Az ő halála csoda volt. Az ő feltámadása csoda volt. Az ő megjelenései csodaszámba mentek. Az ő felemeltetése megrázó csoda volt. Azoknak a csodálatos napoknak a legnagyobb csodája azonban mégis a pünkösd eseménye lehetett. A felsőházból férfiak és nők jöttek elő és bátran tettek bizonyságot Jézus nevéről azok az emberek, akik 50 nappal azelőtt még rettegtek a főpap és társainak nevétől. Péter a félénk és veszkető Péter most valami olyan erővel és rettenthetetlen bátorsággal van felruházva, ami megmagyarázhatatlan. Elmegy és szembenéz a zsidó főtanáccsal, a nagytanáccsal és a főpapokkal. Elképeszt bennünket a bátorsága. Az apostolok kezeiből kifolyó csodák áradata felforgatja a judaizmust és alapjaiban rázza meg a római kormányzást. Felfedezik, hogy annak az embernek a neve, akit ők szerettek, akit láttak mesztelenül keresztre feszítve, most ugyanazzal az erővel bír, mint amivel ő szolgált, amikor még közöttük volt. A betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak, a démonok kiűzettek egyszerűen csak azáltal, hogy kimondták a nevet a lezsújítottak felett. Csodálatos szeretet, élet, remény és öröm áradt ki ezeknek az alázatos galileai embereknek a szolgálata során. Az apostolok cselekedeteiben leírt első 33 évnek példaképként kell állnia az egyház előtt, hogy mi is ugyanazokat cselekedünk, amíg Urunk és Mesterünk vissza nem tér. Az ember a csodatevés eredménye. A csodatevés utáni vágy mélyen be van ágyazva az ember tudatába. A kereszténység alapja egy olyan csodasorozat, ami pünkösd napján éri el a csúcspontját. A csodák természetessége a kereszténység csodákkal kezdődő, és csodák által terjed. Minden egyes újjászületés csoda, minden imára érkezett válasz csoda, minden kísértés felett aratott győzelem csoda. Amikor az észérvek átveszik a csodák helyét, a kereszténység elveszíti férfias erejét, magával ragadó vonzását és hatékonyságát. A kereszténység nem vallás. A kereszténység Isten élete az emberben. A kereszténység úgy jött létre, hogy a hatalmas Atya Isten felfedte az ő szívét és természetét az ember Jézusban. Egy olyan vallás nem elégítette volna meg az embert, amit nem csodákra alapul és nem a csodák útján terjed. Az ember ma is sóvárog egy csodatevő Isten után. Amikor csak felbukkannak olyan férfiak és nők, akiknek imáira válasz jön, már is emberek sokasága veszi körül őket. Az embernek egy élő Istenre van szüksége. Az ember sóvárog a csodák után. Valamennyi vallás visszavezethető arra a mélységes vágyakozásra és éhségre, ami az emberi szívben él Isten után. Ez a természet feletti utáni éhség vezet oda, hogy az embert könnyen becsapják a hamis csodatevők. Amerika egyik vezető pszichológusa, aki több mint 30 éven keresztül gúnyolódott a csodákon az órái alatt egyik tekintélyes egyetemünkön, végül egy spiritista papnő lábainál találta magát és saját maga írta alá azt a vallomását tartalmazó cikket egy népszerű lapban, miszerint végre tud hinni a természet felettiben. 18. Milyen szánalmas ez a kép, elfordulnak a csodatévő Jézustól a csodatévő sátánhoz. Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette, és Jézus Krisztuson keresztül lehetővé teszi az embernek, hogy részesedjen az ő természetéből. Ez emeli fel az embert Isten birodalmába, és ebben a birodalomban az Atya Isten ki tudja jelenteni magát az ő gyermekének. A választ az ember természet feletti után való egyetemes sóvárgására az újjászületés a Szent Szellem bennünk lakozó jelenléte és Jézus neve adja meg. Az ima csodatévő erővé válik a világban. A kereszténység csoda Isten egy csodatévő Isten. Jézus Krisztus csoda volt és csoda is marad. A Biblia a csodák könyve. Ha kivesszük a kereszténységből a természet felettit, csupán egy vallás marad. A csodák nem ellentétesek az emberiség vágyaival. Egy csodatévő ember legyen valódi vagy megtévesztő nagyobb tömeget vonz, mint a világ legnagyobb filozófusa vagy államférfia.
Ez a csodavárás nem a tudatlanság jele, hanem inkább az ember törekvése arra, hogy kinyúlhasson a láthatatlan Isten felé. A műveltség sem adja ki az emberben a csodák utáni vágyat. Ez a vágy inkább felfokozódik, mivel az ismeret felfedi, hogy az ember tehetetlen a természet törvényeivel szemben, és megmutatja, hogy az ember teljes mértékben alával rendelve a láthatatlannak. Az nem a nagy tudás, bölcsesség vagy éles elmélyűség jele, ha valaki tagadja a csodák létezését. Az ember hisz a csodákban, a Biblia a csodák és az isteni közbelépések, beavatkozásuk egész sorát jegyzi fel. Olyan esetekről tudósít minket, amelyekben a természet feletti betör a természetes világba. Ábrahámtól kezdve az Ószövetség minden meghatározó személyisége csodatévő volt, pontosabban szólva Isten csodákat vitt végbe rajtuk keresztül. Józsefet is egy csoda hozta ki a börtönből és tette Egyiptom fejedelmévé. Csodák sorozata szabadította ki Izrael népét az egyiptomi szolgaságból és alapjaiban rázta meg egész Egyiptomot. A Vörös-tengeren való átkelés és a pusztában töltött 40 év az egész emberi történelem páratlan csodáinak sorozata volt. E csodáknak az volt a célja, hogy elválasszák Izraelt Egyiptom halott isteneitől, és hogy Izrael népe Ábrahám élő istenét imádja. 19. A judaizmus addig volt valóban judaizmus, amíg a csodatévő Isten kinyilvánította magát benne. Amikor vége szakadt a csodáknak, Izrael visszasüllyedt a pogányságba, és csak azután kerültek vissza az Istenükkel való közösségbe, miután többenetes csodák sorozata történt közöttük. Ha lenne helyünk rá, érdekes lenne tanulmányozni azokat a csodákat, amik Kánaán földjének elfoglalása során történtek, a királyok korszakának csodáit, vagy azt a négy hatalmas csodát Dániel könyvében, ami visszahozta Izraelt a fogságból a saját földjére és szabaddá tette a bálványimádástól. A rabszolgaságban lévő nép megszabadult és visszaküldetett saját hazájába engedéllyel és ami még több a szükséges anyagiakkal arra, hogy újra fölépítsék városukat, templomukat, lerakva imádatuk alapját. Mindez páratlan az emberi történelemben, igen különleges a maga nemében egyedülálló csoda. Amikor Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát, az a csodák szolgálata volt. Amikor az egyház elkezdte szolgálatát, az a csodák szolgálata volt. Minden olyan ébredés pünkösd óta, ami az alázatos galileainak szerzett tisztessége, a csodák újraéledését jelentette. Az egyházat sohasem a nagy filozófus tanítók mentették ki visszaeséseiből, hanem azok az alázatos laikusok, akiknek új látásuk volt Krisztusról, arról a Krisztusról, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz mi sóvárgunk a Szent Szellem jelenlétének megnyilvánulásaira vallásos összejöveteleinken, hiszen a száraz és halott összejövetelek nem vonzzák az embereket. Azok az összejövetelek azonban, ahol gazdag áldás jön elő az ige feltárulásából, ahol lelkek nyernek üdvösséget, ahol betegek gyógyulnak meg, ahol az emberek betöltekeznek a szellemmel, mindig is vonzották az embereket. A szellem kiáradása minden esetben kihívást jelent egy közösség számára. Minden normális ember vágyakozik a természet feletti után. Vágyakoznak arra, hogy Isten ereje megnyilvánuljon közöttük, hogy megérezzék a láthatatlan érintésének örömét. Az ember igényli a csodákat, az ember egy csodatevő Isten teremtette. A csoda alkotó eleme az embernek. Az ember vágyakozik arra, hogy csodákat vigyen végbe, hogy a természet feletti légkörében éljen. Ez az alkotó elem tette feltalálóvá, felfedezővé, kutatóvá. Ez késztette arra, hogy addig kísérletezzen, amíg hatalma alá nem veti a vegyszereket, az elektromosságot, a levegőt. Ez adta nekünk a repülőgépet, a tenger alattjárót, a drót nélküli távírót, a rádiót és minden olyan eszközt, találmányt és felfedezést, ami létrehozta modern civilizációnkat. A csodák birodalma az ember természetes birodalma az ember teremtésénél fogva társa a csodatévő Atya Istennek. A bűn megfosztotta az ember a csodák birodalmának tróniától, a kegyelem azonban visszaállítja az őt megillető helyre. Igen nehéz volt számunkra e különös hitélet alapelveit felfogni. A bűn munkásokká tett minket, a kegyelem bizakodóvá tehet minket. 20 kezdetben az emberi szellem volt az uralkodó erő a világban. De amikor az ember bűnbe esett, az elméje vette át az uralmat. A bűn megfosztotta tróniától a szellemet és az értelmet koronázta meg.
A kegyelem azonban visszaállítja a szellemet az uralom helyére, és amikor az ember elfogadja a szellem uralmát, minden erőlködés